2004 őszén kezdtem el fejleszteni, hogy kezdtük. Itt, ahol állunk, ez egy nagy nádas volt. Most éppen egy kis tó közepén állunk. Ott látszik az ott a szárazon álló kis tálója. Most vagyunk a fő istállóban. Itt mögöttem látszik ez a szép vezetékrendszer, egész körbe fut az istállón, ez az egésznek a lelke. Itt tudunk helyben fejni minden állatot, külön takarmányozni. Nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg a semmiből építettünk fel egy tehenészetet. Hát az állatok termelik a fejlesztési alapanyagot, hiszen minden évben ilyen 1000 és 2000 tonna istálló trágya között juttatunk ki. Én feladatom elsősorban a tervezés, szervezés, illetve a finanszírozás összerakása. Magyarul kitalálom, hogy mit csináljunk. Mellé teszem a pénzt, és akkor a munkavállalók megcsinálják. Abszolút nem vágytam ilyen életre, meg sem fordult ez a fejemben. Mezőgazdaságos ötlet, vagy hobbi, ez az aktív pályafutásom vége felé kezdett el, hogy mondjam, belépni az életembe, vagy lépett be az életembe elég határozottan és elég erősen. Azóta elnök is lettem, úgyhogy most nagyon, nagyon hátrasorolódott a mezőgazdaság, nagyon hobbivá vált. Összesen egy ilyen 200 hektár az, amin gazdálkodunk, az egy 2 millió négyzetméter, ami nekem pesti fejjel korábban felfoghatatlan méret volt. Tényleg jó érzés rajtuk végigmenni, mert azért, ha hiszik, ha nem, ez itt egy nagyon szép állatkert egyébként. Csak nem lehet simogatni az állatokat. Elmennek. Majd, hogy nem 100%-ban őszivetésű növényeink vannak. Itt, amit látunk, búzát, ez egy fajta búza. Többnyire magyar fajtákkal megyünk, illetve egy 30 hektáron kísérleteztünk hibriddel is. Amivel ügyesek voltunk, az jól néz ki. Amivel nem, az nem néz ki jól. Maga a szemlélet, amit éltem, az talán édesanyámtól, vagy apukámtól is azt hoztam, hogy amit csinálunk, azt azért csináljuk jól, igyekszünk mindent jól csinálni. Elég megviselte az utánpótlásunkat ennek az úszodának az építése. A helyettesítő körülmények egy kicsit mostohák voltak. Sziasztok! Szóval ez itt a közös irodánk ügyvezetőura. A vízilabdás közeg gyakorlatilag ez az életem. A másik egy hobbi. Őszinte leszek, a vízilabda is egy hobbi. Egy borzasztó komoly és nagyon, nagyon szerethető hobbi, de egy játék. Tehát mi azért értük el azt, amit elértünk, mert szerettünk játszani. Ez egy picit ugyanaz, tehát ez egy olyan hobbi, amit ha az ember rosszul csinál, az nagyon-nagyon hamar visszaüt. Ha az ember jól csinálja, akkor pár év alatt lehet ennek szép és jó eredménye. Kicsit hasonlít a mezőgazdasághoz. Hogyha ott nem sikerül valami, akkor a saját pénzemmel játszok, a saját bőrömet viszem a vásárra. Itt, hogyha hibázunk, vagy valamit nem jól csinálunk, akkor egy 100 éves klub az, ami akár romba is dőlhet rossz döntések következményeként. Itt, amikor nagyon megtelik a fejem, akkor ki tudok oda menni a szabad. Autóval kényelmesen le lehet menni, és akkor kiül az ember, azt nézi a holdat. Vagy a növényeket is örvendezik valahogy.